A Híradó nyári különkiadását látják, köszöntöm Önöket. Mintegy 10,5 kilométeren teljes körűen megújul a Paks-Cece összekötő út a Fejér megyei megújult szakasz folytatásaként. A teljes költség 1,7 milliárd forint. A részletekről a Magyar Közút Nonprofit ZRT sajtótájékoztatón számolt be, hétfőn délelőtt Pakson. Pirossal jelzi a térkép a felújításra váró útszakaszt, amint egy 10,5 kilométer hosszú út teljesen megújul hamarosan Paks és Cece között. Így néz ki az úttest jelenleg, a kivitelező a munkaterület átvétele után már elkezdte a felújítást, mondta sajtótájékoztatón a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója. A beruházásnak a értéke top forrásból származ, valósul meg, 1,7 milliárd forintból valósul meg ez az útszakasz. Hozzá kell tenni, hogy ez az útszakasznak az első, ez az útszakasz felújítása az első lépése a Közép-Dunamenti térség úthálózat fejlesztésének a lépcsőjében. Reményeink szerint az út felújítása ez év végére el fog készülni. Több évtizedes adósság került törlesztésre a felújítással, emelte ki a Paks 2 beruházásért felelős tárca nélküli miniszter. Süli János hozzátette, az úttest megújulása szorosan kapcsolódik az atomerőmű bővítéshez. Ezek a útfelújítások mind azt a célt szolgálják, hogy az atomerőműbe a humán erőforrásnak a beszállítása, a anyagbeszállítás megvalósulni, illetve egy 40-50 éves adósságnak is a törlesztése, hisz ráfért ezekre, függetlenül ezekre az utakra, mindegyikre az, hogy foglalkozzunk vele. A megújuló útszakasz Németkért is érinti. A település polgármestere szerint a projekt jelentősen javítja az életminőséget. Mondhatom azt, hogy most jó település vezetőnek lenni, hiszen nagyon sok értéket teremtünk a következő időszakban, és ezért az emberek nyilván hálásak is lesznek, hiszen életminőséget javítunk számukra azzal, hogy közlekedésbiztonságot növelünk, időt rövidítünk meg a célállomások elérésében, és tudjuk, hogy ma ez nagy kincs mindenki számára, hogy biztonságban és rövidebb idő alatt éri el akár a munkahelyét vagy egyéb célállomást. A fejlesztést Paks lakossága is várja, hiszen ez az út a legrövidebb a Balaton felé, emelte ki Szabó Péter polgármester. Ezt az utat használtuk az elmúlt 40 évben, de előtte is, én azt gondolom, amikor így a nyár folyamán, vagy már tavasztól őszig a Balatonra mentünk nyaralni és a szabadidőt eltölteni. Most az elmúlt 40 évben valóban gyakran úgy kellett végigmenni ezen az úton, hogy cecéig, hogy vigyázni kellett arra, hogy nehogy elharapjuk a nyelvünket, illetve hogy a hátulülő gyermekek ne zögykölődjenek annyira, tehát jól be kellett őket kötni biztonsági övvel. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ebből a szempontból is ennek az útnak a megújítása. Tolna megyében a fő feladat a fejlesztés, szögezte le a megyei közgyűlés alelnöke. Orbán Attila hozzátette, a térség úthálózatát rendszeresen vizsgálják. Tisztában vagyunk az útak állapotával, és általánosságban elmondhatjuk, hogy bizony ráfér a megye útjaira a felújítás, és örülök, hogy elkezdődik ez a folyamat ezzel az útszakasszal is. A megye ebből ki akarja venni a részét sok szempontból, tehát azon túl, hogy ez a projekt is a megyei területfejlesztési alapból valósul meg. Mi azért az egyeztetések, kapcsolattartás, odafigyelés szempontjából is ki akarjuk venni a fejlesztésekből a részünket. Az út alapjának cseréjén túl kiegyenlítő és kopó réteg is épül, megújulnak az út melletti patkák, az éles kanyarokat pedig kiszélesítik a kivitelező munkatársai, ezen kívül 8 új buszmegálló is épül. A kivitelezési munkák várható befejezése december 28-a. További utak is megújulnak Tolna megyében, erről is tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója. A Paks Németkért Cece, valamint a Győrkönyvbe, illetve a Pusztahencsére vezető utak felújítása már megkezdődött a munkaterület átadással.
Néhány héten belül a Paks Nagydorog-Sárszentlőrinc, a Dunaföldvár Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd és a Dunaszentgyörgy-Fad-Tolna utak rekonstrukciójára is felvonulnak az építők szakemberei. Bece Szabolcs kiemelte, összesen 65 kilométernyi útszakasz felújítása során mindenütt biztosítják a forgalom folyamatos haladását. Idén is lesz Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál Pakson és további 5 településen. A részletekről a szervezők sajtótájékoztatón számoltak be. Vér Mátyással a Stuttgarti Operaház Harsona művészével is találkozhatnak az érdeklődők idén a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválon. A program 2020. augusztus 23-án a 0. nappal veszi kezdetét, mondta sajtótájékoztatóján Kovács Zalán fesztiváligazgató. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál augusztus 23-án 0. nappal indul, és 24-től 30-áig lesz a térségben Paks és Kalocsa között 6 településen. Ezek a települések ugye Madocsa, Paks, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Tolna, illetve Kalocsa. Egy hét alatt mintegy 30 zenei esemény valósul meg a fesztivál keretein belül, az ünnepélyes megnyitó augusztus 24-én lesz a Csengei Nénes Kulturális Központban. A koncerteken kívül számos kísérő programok várják az érdeklődőket. Pakson tartják például a tuba tábort, Kalocsán a harsona tábort, Madocsán pedig a népzenei tábort. A program fő támogatója és házigazdája Paksváros önkormányzata. Nagyon örülök annak, hogy mindezen túl, hogy ez egy fesztivál, és nyilván nagyon sokakat várunk ezekre az eseményekre, hiszen az elmúlt időszakban azért, hát itt ugye nem hagyhatom szó nélkül, a koronavírus járvány okozta helyzetet, hát már kiéheztünk szinte a művészetre és a kultúrára. Én azt gondolom, hogy most alkalmunk lesz azért újra töltekezni komoly zenével, kultúrával, magas kultúrával. Úgyhogy emiatt is nagyon örülök annak, hogy megtartható ez a fesztivál sorozat. A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál fővédnöke a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár Kovács Pál szerint a két új blokk építéséhez hasonlóan a fesztivál is az együttműködésről szól. Ha úgy tetszik, az elengedhetetlen szinkronról, amit egy csapatban meg kell teremteni, a harmóniáról, amit szeretnénk a munkánk során és az életünk során elérni, és ugyanolyan ez, mint egy nagy fúvós zenekari koncertmű esetében. Ugye azzal, hogy a fesztiválnak ugye 6 helyszín, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Kalocsa, Madocsa, Paks és Tolna, ahogy már említette igazgató úr, ad otthont. A térség települése Dunán innen és a Dunán túl, hiszen Kalocsa is fesztivál helyszín, bizonyítják, hogy hisznek a közös munkában, a közösen elérhető sikerekben. Ez nem egyszerűen egy paksi, egy csak Paksnak szóló programsorozat, ez Paksnak és térségének a fesztiválja, afféle zenei kulturális híd, tehát máma hidat építünk. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések és ajánlások mindegyikét betartják a szervezők, az egyhetes eseményre minden érdeklődőt szeretettel várnak, a részletes program megtekinthető a fúvosnapok.hu internetes oldalon. Teljesen elkészült a Fehérvári úti stadion, a Paksi FC az évad első mérkőzését augusztus 15-én hazai pályán játssza az Újpest ellen. A stadionavatóra a belépés ugyan ingyenes, de jegyhez kötött, hívta fel a figyelmet a Paksi FC ügyvezetője, Paks polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatón. A teljesen elkészült Fehérvári úti stadion a magasból a lelátókon hamarosan több ezres tömeg fogja buzdítani a Paksi FC OTP Bankligában szereplő labdarúgó csapatát. A hétvégén a stadionavató mérkőzésen a szurkolók már az állelátót is birtokba vehetik, mondta Balog Judit, a Paksi FC ügyvezető igazgatója. A stadionavató mérkőzésről annyit tudni kell, hogy 16:30-kor kezdődik tulajdonképpen a mérkőzés, hiszen egy bajnoki mérkőzéssel kötöttük össze a stadionavató ünnepséget, és 2 órával korábban, 14:30-kor már kapunyítás lesz, ekkortól várjuk a szurkolókat, és bízunk benne, hogy minél többen eljönnek és részt vesznek ezen az ünnepi eseményen.
és teltházzal indíthatjuk tulajdonképpen az új lelátót. A belépés ugyan ingyenes, de jegyhez kötött, hívta fel a figyelmet az ügyvezető igazgató. Aki kilátogat a mérkőzésre, őneki már a héten folyamatosan lehetősége van elővételben a honlapunkon, a www.paksifc.hu honlapon megtalálható időpontokban a jegynek a kiváltására, illetve ezekben az időpontokban szezonbérletet is lehet vásárolni. Miután arra számítunk, hogy teltház lesz, és erre készülünk, hogy nagyon sokan eljönnek erre a stadionavató mérkőzésre, ezért az a kérésünk nekünk is, és a rendőrségnek is, hogy lehetőleg minél kevesebben próbáljanak meg autóval jönni. Amennyiben megoldható, akkor egyéb más közlekedési eszközzel jöjjenek, illetve próbáljanak akkor többen összeülni esetleg egy autóba, hogy lehetőleg fennakadás ne legyen. A stadionavató augusztus 15-én 14 óra 30 perckor a kis csoportok foci bemutatójával kezdődik, ezt freestyle és majorette bemutatók követik, majd fellép az egyik kereskedelmi televízió tehetségkutatójának győztese, a USNK. 16 óra 15 perckor köszöntőkkel és szalagátvágással folytatódik a program, majd a Paksi FC Újpest FC OTP Bankliga első fordulójának mérkőzését láthatják a szurkolók. Paks polgármestere szerint a megújult stadion fontos pont a város életében. Egy stadiont tudunk majd birtokba venni, ahova ki tudunk látogatni most már a családunkkal, a gyermekeinkkel, és el tudunk tölteni egy kellemes délutánt a stadionban, úgy, hogy közben tudjuk buzdítani a hazai focistáinkat, a magyar focistáinkat, ugye mert ez fontos hangsúlyoznom, hogy ez is nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Paksi FC labdarúgói mind magyarok. A szervezők kérik, hogy időben lehetőleg kapunyításra érkezzenek a szurkolók, a stadionavató jótékonysági rendezvény is egyben, Etesi Anett gyógykezeléséhez járulhatnak hozzá a szurkolók adományaikkal a kapuknál elhelyezett gyűjtőhelyeken. 1.063.000 forint gyűlt össze a hétvégén rendezett 3000-es jótékonysági labdarúgó tornán Gerjenben. A befolyt összeget a megyei kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának ajánlották fel a szervezők. Gólzáporos mérkőzések a gerjeni labdarúgópályákon, a 9 csapat tagjai vasárnap a tűző napon csaptak össze. A versengés ezúttal nem bajnoki pontokért folyt, a 3000-es torna nevet viselő rendezvény a jótékonyságról szólt. Ez most már az idei nyáron nekünk nem az első rendezvényünk itt Gerjenben. Én azt gondolom, hogy nem csak arra gondolok, hogy idén nyáron már rendeztünk egy jótékonysági rendezvényt, ugye a Dárdai Pálékkal játszottunk egy nagyon jó mérkőzést, hanem ennek a tornának is most már a második alkalom, hogy meg tudjuk rendezni, hogy ez a 3000-es torna tavaly évben már lebonyolításra került, akkor a szexári gyerekosztálynak gyűjtöttünk össze közel 650.000 forintot, az idejében pedig ugye a szexári szülészet és nőgyógyászati osztálynak próbálunk gyűjteni, és hát nagyon bízom benne, hogy közel akkora összeget össze fogunk tudni gyűjteni, mint tavaly a gyerekosztálynak. Ugye ez kifejezetten a jótékonyság a gyerekekről szól, nyilván az orvosok felé egyfajta tisztelet ez, hogy megpróbálunk rajtuk segíteni, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki ezért van itt, ez a közös cél vezérelben mindannyiunkat. A csapattagok mindegyike 3000 forintos nevezéssel vett részt a jótékonysági programban. A megyei kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának főorvosa örömmel fogadta a kezdeményezést. Mindenképpen egy nagy megtiszteltetés és öröm számunkra elmondható, mind a magam, mind a kórház, mind a dolgozóink nevében, hogy ezt a polgármester úr megszervezte, illetve a szervezőknek is nagyon köszönjük. Elsősorban egy nagy teljesítmény ultrahang készülék bevásárlására fordítanánk ezt az összeget. A 12-20 meg a 32-7-es terhességi ultrahangszűréseket végeznénk, illetve fejlesztenénk tovább. Tehát van jelenleg készülékünk, de egy jobbat szeretnénk. A jótékonysági labdarúgó tornán végül 1.063.000 forint gyűlt össze. A teljes összeget átvette a szülészeti és nőgyógyászati osztály főorvosa. A program fővédnöke Süli János tárca nélküli miniszter volt. Böcsülendő, hogy ennyi csapat ebben a jó meleg időben összejött, és ugye pont dicsértem, mert az előbb a pályán csináltunk fotót, hogy ilyen környékbeli pályát, ilyen jó minőségű pályát se láttam még. Tehát azért a Gerjenről mindig tudtuk, hogy a polgármester és a sportot nagyon támogatja, hogy ő maga is most is focizik, de focizott a csapatukba is, úgyhogy és akkor van annyi energia,
hogy akkor még gyűjtésekre is sor kerül, és ez mindig fölvállalhat. Azért jöttünk mi, és nekem is bőven volna a dolgom, amivel le tudnám, de a múltkor is szívesen jöttünk, meg ma is szívesen veszünk részt, egy picit mi is támogassuk a rendezvényt. A tornán a legjobban a rendőrség csapata teljesített, megelőzve a katasztrófavédelmet és a szekszárdi kórház együttesét. Egyébként nem ez az első eset az idei nyáron, hogy a paksi járásból érkezik ajándék az egészségügyi intézménynek. Júniusban például az MVM Paksi Atomerőmű ZRT támogatásának köszönhetően két új autóval bővült a Balassa János kórház flottája. Mint arról beszámoltunk, a vadonatúj járművekben hordágy és két tolószék is segíti a betegek szállítását, utaztatását. A két új kocsi értéke 30 millió forint. 0-0-ás döntetlent játszott a Paksi FC 2 a Ferencváros 2 labdarúgó csapatával az MB3 középcsoportjának második fordulójában. A Paksi zöld-fehérek két ponttal jelenleg a tabella 14. helyén állnak. Zöld-fehér csapatok csaptak össze az MB3 középcsoportjának második játéknapján, a Paksi FC 2 a Ferencváros 2 labdarúgó egyletét fogadta. A vasárnap déli hőségben a fiatalok, kiegészülve egy-két rutinos futballistával, becsülettel küzdöttek egymással és a napsütéssel, ennek köszönhetően az első félidőben sok említésre méltó esemény nem akadt. Az egyetlen valamire való helyzet a hazaiak előtt adódott, de Sipos gyenge lövése éppen elgurult a vendégkapusig. A 0-0-as 45 perc után a második etapban már élvezetesebb, lüktetőbb lett a produktum, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek. A 60. percben Szendrei éles szögből leadott lövését szögletre ütötte Szécsi kapus, majd a 79. minutumban Vas Gábor szöglet utáni fejese kerülte el a vendégek hálóját. A 80. percben Regics közeli lövését Gévai a gólvonalról rúgta ki a mezőnybe, majd a 88. percben két paksi szöglet okozott riadalmat a Fradi kapuja előtt, de előbb debreceni próbálkozását védte bravúra a Szécsi, majd Szendrei közeli csúsztatása ment centikkel fölé. A meccsen végül gólt nem láthatott a szép számú publikum, a döntetlen igazságos. A végeredmény Paksi FC 2, Ferencvárosi TC 2, 0-0. A paksi zöldfehérek 2 ponttal jelenleg a tabella 14. helyén állnak. A látott a kép alapján elégedettek-e, hogy legyünk, hiszen küzdelmes mérkőzés volt, a kapuk talán nem forogtak olyan sokat veszélybe, a legnagyobb helyzetet azt mi hagytuk ki, illetve a Zsolti Gévai a gólvonalon mentett, de azon kívül azért kevés gólhelyzet volt a csapatoknak, így azt lehet mondani, hogy igazságos döntetlen. Nekünk nagy feladat okozott ezeknek a jó támadóknak, hiszen NB1-es támadók szerepeltek a Paksba, azoknak a megfékezése, és ebből próbáltunk támadásokat kezdeményezni. Voltak kisebb-nagyobb lehetőségeink, de összességében azt gondolom, hogy igazságos eredmény. Elégedett vagyok. Az valóban jó ez a jellemzés, hogy fiatalok küzdelme volt, egy-egy rutinos játékossal megerősítve. Gyűrtük egymást ebbe irális melegbe. Úgy érzem, az első 20 percben a Ferencváros akaratérvényetünk, ami nagyon össze-vissza fotballoztunk. Ivószünet után már jobbak voltunk, mások fél, meg úgy éreztem, hogy kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, és talán van egy kis hiányérzetem a végén. Augusztus 7-e és 9-e között az Atomerőmű Sportegyesület kajakkenu szakosztálya és a Magyar Kajakkenu Szövetség szervezésében Faddomboriban kapott helyet a Vidék Bajnokság. A három nap alatt 324 futamban mérték össze erejüket az 55 egyesületből érkező sportolók. 1500 versenyző nevezése történt a vidékbajnokságról, ugye ez Pest megyén kívül, mert van egy Pest megye bajnokság Sukoron ezzel a versennyel párhuzamba. Tehát Pest megyén kívül az ország egész részét fedi a vidékbajnokság. Pénteken 500 méteres versenyeket rendeztek, tegnap 1000 méter volt, ma pedig a 2000 méterek, illetve a 3x, illetve 4x200 méteres váltók lesznek. Ugye a mai nap a csúcspontja a hétvégének létszám tekintetében, mert ilyenkor a gyerekkorosztálytól az ifjig mindenki rajthoz áll. Úgyhogy ez lesz a legsűrűbb nap, de hát az elmúlt két napban sem unatkoztunk. De az ASSE szempontjából jelenleg van 6 aranyérmünk, 6 ezüst és 3 bronzérmünk, úgyhogy eddig minden a tervek szerint alakul. Országos bajnokságra szerezhettek kvalifikációs pontokat azok a fogatosok, akik részt vettek a szombati fogathajtó versenyen Pakson. Tolna megye több településéről érkeztek versenyzők, hogy a lehető leggyorsabban haladjanak végig a szűk kanyarokkal tüzdelt 620 méteres paksi pályán. A ló ma már egy ritkábban látható jószág a mindennapi életben, de nagyszüleink idejéből fennmaradt régi szabály ma is érvényes. Mindenkinek akkora a becsülete,
ahogy a lovaival bánik. Ezzel a gondolattal köszöntötte a versenyre felsorakozó fogadhajtókat Paks alpolgármestere szombaton az Ürgemezei Lovasnapon. Szántó Zoltán beszédében kiemelte, külön öröm számára, hogy Pakson is nagy hagyománya van a lovasportoknak, ráadásul a város országos bajnoki pontszerző versenynek adhat otthont. A magyar nemzet egy lovas nemzet, már több mint 1000 évvel ezelőtt is lóháton jöttünk be a Kárpát-medencébe. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan érték, és olyan mélyen beleívódott a magyar társadalom tudatába, a ló szeretete, illetve az ember és a ló kapcsolata, hogy ezt mindenképpen érdemes ezt a kötődést fenntartani, illetve tovább erősíteni is. Az kifejezetten örömömre szolgál, hogy Paks város önállóan országos bajnokságban pontszerző rendezvényel tud részt venni ebben a nemes feladatban. A szombati megmérettetésen két kategóriában versenyeztek a fogatok, a hajtók Tolna, Fejér, Bács-Kiskun és Pest megye településeiről érkeztek. A C kategóriában 31 nevező van, a D kategóriában 12, tehát a C kategóriáról annyit kell tudni, az 20 akadály, illetve van benne 2 összetett akadály, és 170 centin vannak a sejbapárok, a kocsiknak a nyomtával 150 centi, tehát 20 centiméter plusz marad. A D kategória az 16 akadályból áll, és 180 centin vannak a sejbapárok, itt 30 centi plusz marad. Ez a fiatalabb hajtóknak, kezdőknek gyakorlás, illetve verseny szellem megszerettetésére van a D kategória. A Paksi Fogadsport Egyesület vezetője nem csupán főszervezőként követte az eseményeket, versenyzőként, pillangóval és magdival szintén teljesítette a 620 méteres, szűk kanyarokkal tűzdelt, jól begyakorolt pályát. Itt edzünk fönt az Ürgemezőn, és saját magunknak állítunk ugyanilyen hasonló, tehát erre készülünk mindig, erre a szűk akadályra. Napi szinten, tehát majdnem azt lehet mondani, így verseny előtt minden délután, így összejönnek a paksi fogatok, és akkor csinálunk magunknak egy pályát, és azt mindenki szépen lehajtja. A versenyen A-csoportos fogathajtók is részt vettek, Domsadalma Gerjenből érkezett az ürgemezei technikás pályára. Reggel, amikor megláttam a pályát, akkor már láttam, hogy ez nem lesz egy egyszerű feladat. Szűk a pálya, kis területen ugye elég közel vannak egymáshoz a sejbák. Én elégedett vagyok az első körrel. Nekem ez a verseny felkészülés vecsésre, mivel én többnyire én A kategóriában versenyzem, háromszámos versenyeken, és sajnos az akadályhajtás nem éppen az erősségem, és ezért is döntöttem el, hogy eljövök egy ilyen kisebb versenyre, és készülök, próbálgatom a lovakat, úgyhogy én teljesen elégedett vagyok az első körömmel. A forróság nem könnyítette meg sem a hajtók, sem a lovak helyzetét, végül azonban hazai sikert is elkönyvelhetett a Paksi Fogadsport Egyesület. C kategóriában a legeredményesebb Tolna megyei versenyző Fritz József lett. Műsorunk végén egy programajánlat. Teljesen új elemekkel, művészekkel, stábbal mutatja be műsorát az Ötvös Cirkusz Pakson. Az egész évi turnétervet a koronavírus járvány miatt átdolgozta a dinasztia. A mostani előadások a jubileumi 100 éves Ötvös Cirkusz jegyében kerülnek bemutatásra. Augusztus 13-a és 16-a között lesznek az előadások az Ürgemezőn. Jegyek nyerhetők a Telepaks Facebook oldalán. A híradó nyári külön kiadását látták, kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!